azt hiszem, hogy minden túlzás nélkül állíthatjuk azt, hogy a mai napon már a szerelmes fiatal emberek nagyon készülődnek az esték május válításra. És egy nagyon jó ötlet volt itt a látogatóközpont részéről, hogy ezt egy picit átgondolva, egy picit újra gondolva, kicsit modernebb formában, de végül is mi is egy fa állítással, illetve egy már álló fa feldíszítésével járuljunk hozzá ahhoz, hogy a győri turizmust, a győri turisztikai életet megpróbáljuk egy picit segíteni, és felhívni a figyelmet arra, hogy valóban itt nagyon jó kezdeményezések vannak ebben a városban. Mi, akik itt vagyunk, mind-mind egy-egy szalagot fogunk elhelyezni, amin egy-egy mondatban kifejezzük azt, hogy miért kedves számunkra Győr városa. Hiszen azt hiszem, hogy egy olyan csodálatos és fantasztikus városban élünk, amire mindenképpen így is fel kell hívni a figyelmet. Én a magam részéről azt a mondatot választottam, hogy szeretem az esti fényeket a belvárosban. Azt hiszem, hogy aki itt sétál esténként, az egyetért velem abban, hogy ez egyik legszebb, hanem a legszebb része, hanem a legszebb élmény, amit itt Győr városában az ember tapasztalhat. Úgyhogy én fel is kötném ezt az első szalagot a fára.